13 milliárd forint volt 2018 elején szexert költségvetési főösszege, ám ehhez évközben a központi büdzséből és pályázatokból még 3 milliárd forintot utaltak a városnak. Ezt a pluszpénzt olyan fejlesztésekre költötték, mint például az új mini bölcsöde, de részben ebből fedezik majd mások mellett a tudásközpont megépítését is. A város vagyona évről évre folyamatosan nő, most már közel 60 milliárdos vagyona rendelkezik a város, úgyhogy ebben az önkormányzati cégeknek a vagyonai nincs, vagy a vagyona nincsen benne. Én azt gondolom, hogy ezek a fontos lépések, és nagyon fontos volt az, hogy tavaly évben a családok költségvetésének hívtuk a költségvetést, és ez visszaköszönt a fejlesztésekben is, úgyhogy nyugodtak lehetnek a szekszárdiak. A Szekszárd város költségvetése stabil volt 18-ban, és stabil lesz 19-ben is. A város vagyonának folyamatos növekedéséhez az is hozzájárul, hogy Szekszárdon évről évre nőnek az önkormányzat helyi iparűzési adóbevételei. Tavaly 2 milliárd 438 millió forintot fizettek be a városban működő vállalkozások erre a célra a település költségvetésébe. Ez 246 millió forinttal, vagyis közel 4 milliárd forinttal több, mint amennyit 2017-ben. Ebből a pénzből út és utca felújításokat finanszíroznak, valamint a szociális ellátással összefüggő feladatokra is jut belőle. A gazdasági szereplőinek a forgalma 18-as évben itt Szekszárdon több mint 5%-kal nőtt. Tehát az a gazdasági növekedés, ami országosan jellemzi a magyar gazdaságot, az nálunk talán még dinamikusabb egy kicsit. Ez pedig a jövőbe tekintve azt jelenti, hogy ezek a vállalkozások itt akarnak majd működni Szekszárdon, itt képzelik el a jövőjüket, és ez pedig stabil munkahelyeket jelent a szekszárdiaknak. Az iparűzési adó mellett az ingatlan adókból is több pénzre tett szert Szekszárd 2018-ban, mint egy évvel korábban. Ezt főként az eredményezte, hogy az egyik nagy foglalkoztató vállalat új csarnokot adott át a város szélén.